Itt ugye a címkén látszik, hogy a Föld egy ilyen mékas, és ott vannak rajta az országok, és akkor itt most van egy ilyen tűz ezen a részen. Szilágyi Tamás, a budapesti Mad Scientist sörfőzde társtulajdonosa azt a limitált sört mutatja, amelyet a kijevi Varvár sörfőzdével fejlesztettek ki közösen. A protest sörrel szolidaritást vállalnak az ukrajnai sörfőzdével, illetve felhívják a figyelmet a háború szörnyűségeire és a béke fontosságára. Az ukrán lokális sörfőzdéknek nagyon nehéz, mert bizonyos sörfőzdéknek teljesen lerombolták az egész sörfőzdéjét, és akik megmaradtak, azoknak pedig általában az összes partnere áll le. Tehát gondolom, hogy ezzel azért nem árulok-e nagy meglepetést, hogy ilyenkor nem kocsmáznak annyit az emberek. És ezek általában viszonylag szerethető, egyéni, független vállalkozások, és ahhoz, hogy fönn tudják magukat tartani, ahhoz valamilyen szintű értékesítésre szükségük van. Szóval Európa szerte azok, akik sörfőzők, azok összeálltak különböző kezdeményezésekben, és elkezdték jobban értékesíteni ezeknek a sörfőzdéknek a söreit, hogy ezzel tudják kompenzálni azt a lokális forgalom kiesést, ami nekik van. Hogy legalább azok, akiknek a sörfőzdéje megmaradt, azok fent tudjanak maradni. És hogyha vége lesz ennek az időszaknak, mert azért egyszer mindennek vége, akkor legyen sör. A sör a med nevet kapta, ami ukránul azt jelenti, hogy méz. A doboz címkéje is ennek megfelelő egyedi tervezést kapott. A terméknek pozitív a fogadtatása, mondja Szilágyi Tamás. Ez egy duplán hidegkomlózott bragot, ami azt jelenti, hogy két alkalommal is kap komlót erjedéskor meg erjedés után. És a bragot, ez pedig azt jelenti, hogy mézzel készül. Tehát alapvetően ez egy viszonylag száraz annak ellenére, hogy mézes, és egy ilyen intenzíven komló, keserűs, virágos ízű sör. Igazából egy viszonylag frissítő annak ellenére, hogy 7,3% az alkoholtartalma. A közös tervezésű sörből 2200 liter készült. A bevétel egy részét a Leleka nevű alapítvány kapja, amely a háborúban megsérült katonák gyógykezelésével foglalkozik.